Ebben a dobozban egy ózongenerátor lapul, mely hozzájárul ahhoz, hogy sikeresebben védjék a szépkorúak egészségét a dombovári idős otthonokban. Egy ennél gyengébb berendezés eddig is teljesített szolgálatot, de ezzel hatékonyabb lehet a megelőzés. Az ajándékozó az ország egyik legnagyobb gépjárműforgalmazó cégének Tolna megyei kirendeltsége volt. Dombováron az idős otthonok működtetését a Máltai Szeretett Szolgálat látja el. Ez év január 1-ével a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat két intézményünket, két telephelyünket, a Gondviselés Háza Aranysziget Idősek Otthonát, és ahol most vagyunk, a Gondviselés Háza Platán Otthont vette át fenntartásba. És azóta velük együtt próbálunk segíteni azokon az időseken, akik rászorulnak erre az ellátási formára. Összesen 110 ellátottról gondoskodunk. Itt ezen a telephelyen 37 ellátottunk van, az Aranysziget Idősek Otthonában pedig 73 lakunk. Az időseket nagyon megviseli a jelenlegi helyzet, mondja Horváthné Gyárnó Bernadett intézményvezető. Hiába próbálják minden lehetséges eszközzel segíteni a mindennapok eltöltését, szerveznek programokat, a bezártság érzését nehéz felülírni. Ugyanúgy, mint kint a kinti világban, minket is nagyon-nagyon megvisel, sőt azt gondolom, hogy egy kicsit jobban, mint a családokat otthon. Ugye szeptember 1-től ismételten látogatási tilalom van intézményeinkben, annak érdekében, hogy a vírus ne tudjon bekerülni, és hála jó Istennek eddig nem is került be egyik intézményünkben sem. És hát nem tudunk kapcsolatot teremteni, személyes, közvetlen élő kapcsolatot a hozzátartozókkal. Minden eszközünk megvan ahhoz, tableten, laptopon tartjuk a kapcsolatot, Skype-olunk a hozzátartozókkal, beszélgetünk, de ugye ez nagyon-nagyon más, mint egy élő kapcsolat. A mostani közelgő ünnepek ezt még nehezebbé teszik lakóink számára, úgyhogy rengeteg programmal készülünk annak érdekében, hogy ezt egy kicsit felettetni tudjuk velük. Nagyon más a működés így, hogy egy szeretett szolgálat van a háttérben, állítja az idős otthonok vezetője. Nagyon-nagyon sok segítséget kapunk, amiért borzasztó hálásak vagyunk. Ez a készülék, amit most kaptunk, ez is a Magyar Máltai Szeretett Szolgálaton keresztül került ide hozzánk, és nagyon-nagyon nagy célt szolgál abban, hogy ez a vírus ne tudjon hozzánk bekerülni. Úgyhogy minden támogatást, úgy anyagi, erkölcsi támogatást, lelki támogatást megkapunk a fenntartónktól, amiért nagyon hálásak vagyunk. Ugye említettem, ez ahogy nem került be eddig az intézményeinkbe a vírus, nyilván ez köszönhető a dolgozók fegyelmezettségének, a védőeszköz használatnak, a folyamatos fertőtlenítésnek, és ezt a készüléket, amit kaptunk, ezt is hát egy két hónapja használjuk, és hogy nagyon jó tapasztalataink vannak vele, mert eddig szerencsére nem történt semmi probléma. Ehhez kaptunk, mint látták, egy olyan folyadékot, amit, hogyha azzal üzemeltetjük ezt a készüléket, akkor egy filmréteget képez a tárgyakon, és akkor nem engedi a vírus megtapadását rajta. A feladat továbbra is kettős. Egyrészt megtartani azt a helyzetet, hogy ne fertőződjenek meg a lakóink, miközben mindent meg kell tenni annak érdekében is, hogy mentális egészségük megmaradjon, mondja az intézmény vezetője. És ez nem egyszerű kihívás.